Gyertek, mutatnom kell valamit. Itt van a konyhába. Méghozzá ez. Look. Look. Látszólag úgy néz ki, mintha viszki lenne benne, de ez biztos, hogy nem viszki, hanem ez gyerektea. Gyerektea. Tudja, hogy gyerektea. Nem viszkivel itatjuk a gyereket. De így hirtelen, mikor kijöttem így a konyhába, megláttam így a viszkis üveget, aztán megláttam a cumis üveget. 7 óra 52 perc van, megyek gyorsan feltöltöm a mai vlogot, illetve a tegnapit. Szólnátok, ha innánk egy gyors kávét. Na, jöttök? Ennyit a Jobbi Gorilla padról. Szinte ma van az utolsó nap, május 1 előtt, úgyhogy ma mindent be kell fejeznünk itt a nyaraló környékén. Sajnos az időjárás az egy nagy rakás trágya, picit csöpörög az eső, de muszáj levágni a füvet, és muszáj megcsinálni, ami még hátra van. Kész vagyok. Egy dolog. Ha esik az eső, elektromos fűnyíróval otthon soha ne vágjatok füvet, mert balesetveszélyes és megcsaphat az áram. Nem soká befejezzük a takarítást. Még van egy csomó pakolni való, de már sokkal, de sokkal, sokkal kevesebb, mint amennyi eddig volt. Pattogat a kukoricát, hogy elkezded, akkor nem tudod abba hagyni. A héten meglepődve néztem a feliratkozók számát, ugyanis így robbanásszerűen megnőttek a feliratkozások a csatornán. Elkezdtem egy picit kutakodni, hogy ugyan mi lehet ennek az oka. És rájöttem, megtaláltam az egyik videóm, nem mondanám azt, hogy vírusként terjedt a... Amúgy nincs ilyen hideg, egyáltalán nincs ilyen hideg, csak a kukorica, ami meleg, és ennek a pára, ami kicsapódik. Nem tudom, tudjátok, van ez az acskós pattogatott kukorica. Erre ugye rá van írva az, hogy 3 percig kell berakni a mikróba, de hogyha 3 percre berakod a mikróba, akkor körülbelül félig pattog ki. De most ha ráhúzod még egy percre, akkor meg már megéget. Esküszöm, jól így. Ja. Most vettem ki a porszívóból a porzsákat. Van benne súly. Olyan, mint körülbelül 3 telepelenka. Olyan a tér is olyan nagyobb, nem? Hamarosan 7 óra, és ha 7 óra, akkor fürdetnünk kell. Végeztünk már a Marosparton. Mi a véleményed a mai napról? Nagyon kellemesen elfáradtunk. Sokkal többet elhaladtunk itt a nyaralóban, mint azt remélni mertem volna, annak ellenére, hogy így esett az eső, csöpörgött. Holnap még kijövünk egy kicsit délelőtt, még a végső simításokat elvégezzük, és akkor utána jöhet a hétfő, ami reméljük napsütéssel lesz dúsítva, nem úgy, mint a mai nap. Dúsítva? Hát dúsítva. Napsütéses lesz. Úton vagyunk haza, megfürdetjük Sofit, közben rendelünk egy pizzát, meghívtuk Gabót magunkhoz,
ma estére. Elő van készítve a fürdéshez mindenféle szerszám, már csak a baba hiányzik. Korábban említettem nektek, hogy volt egy videóm, ami több mint 10 000-szer néztek meg. Ez pedig, mindjárt elővadászom nektek, hogy melyik volt az. Az összes videó közül ez viszi a prímet, tehát ez a top-top-top nézettségű videó. 17.912 jelen pillanatban ennyiszer volt megtekintve a videó. Nem tudom, hogy mennyire látszik. Ez a nap is elég mozgalmas volt, nagyon jó, nagyon elfáradtunk, legalábbis én nagyon elfáradtam. Szegény kamerámra a mai nap során rájárt a rút. 1, 2, 3. Körülbelül 4 alkalom volt az, amikor vagy leesett valahonnan, vagy én leejtettem. Ez a Jobby gorillapod, ez a gorillapod, ez ugye így néz ki, és ilyen szemcsékből áll. És akkor ezek így tudnak hajolni, és itt van rajta egy ilyen gumiborítás. És ha egy ilyen szem itt elreped, akkor kilazul az egész, és így ilyen laza lesz a lába, mint az állat. Ezek egy kicsit nehezebben mozognak, és hogyha ezt így leállítod valahova, akkor a laza pontoknál így szépen kicsúszik, és eldől az egész, vagy leesik. Én szeretném megköszönni a mai figyelmeteket is. Remélem, hogy eddig jó a hétvégétek. Vigyázzatok, hogy ne egyetek túl sok pörköltet, minden csak módjával, az italokról nem is beszélve. Most már ideje megfürdetni a kis picúrt, és eltenni az ágyba. Találkozunk holnap.